Ebben a videóban az alárendelő összetett szavak helyesírásával fogunk foglalkozni. A helyesírásunknak ez az egyik legszerteágazóbb, legbonyolultabb kérdésköre, ezért egy icipicike kis részletét tudjuk csak ebben a videóban megragadni ennek a témának. Ha teljesebb, átfogóbb képet szeretnél kapni, akkor javaslom, hogy a Magyar Helyesírás Szabályai című kiadvány Egybe és különírás című fejezetét tanulmányozd át alaposabban. Abban természetesen az összes erre a területre vonatkozó kérdésedre választ fogsz kapni. Most néhány szabálytípuson, csoportosítási lehetőségen keresztül szeretnélek közelebb vinni az alárendelő összetett szavak helyesírásához. Az egyik ilyen csoportosítási lehetőség az anyagneves szerkezetekre vonatkozik. Ugye anyagneves szerkezeteknek nevezzük azokat a szószerkezeteket vagy összetételeket, ahol legalább az egyik tag anyagnév a kettő közül. Az a szabály, hogyha anyagneves szerkezetről van szó, akkor összetételként egybeírjuk, hogyha mindkét tag egyszerű szó. Például itt van ez, hogy aranygyűrű. Ugye ebből az arany az anyagnevünk. Mind a két szó egyszerű szó, arany és gyűrű, ezért egybeírjuk. Sejem, ing, ebből a sejem az anyagnév, sejem és ing két egyszerű szóból áll fel, egybeírjuk. Bőrtárca, ugye a bőr és a tárca, ebből a bőr az anyagnév, egybeírjuk. Ha viszont már az egyik tag összetett szóvá válik, akkor külön kell írnunk. Bőr, pénztárca. A pénztárca az ugye önmagában egy összetett szó, anyagneves szerkezetbe kerül, ha az egyik tag összetett lesz, akkor külön írjuk. Hernyó, sejem, ing. Ugye figyeld meg, a sejem inget egybeírtuk, a hernyó sejem az viszont összetett szóvá vált, elő- és utótag, ezért külön írjuk. Aranygyűrűt egybeírtuk, fehér aranygyűrűt, azt viszont két szóba kell írni, mert az egyik tag, az anyagneves szerkezet egyik tagja összetett szóvá vált. Pontosan ugyanez a gondolatmenet érvényesül a számneves kapcsolatoknál. Például azt mondom, hogy ötnapos, két egyszerű szóból áll föl, most nem anyagneves, hanem számneves szerkezetről van szó, de ugyanaz a gondolatmenet, egybeírom. Ötnapos. Viszont azt, hogy öt hónapos, azt két szóba kell írnom, mert a hónap az már önmagában egy összetett szó. Két éves, egybeírom, két egyszerű szóból áll fel a számneves szerkezet, viszont 12 éves, ezt külön kell írnom, mert a 12, vagyis a szószerkezet egyik eleme már önmagában összetett. Három jegyű, egybeírom, mert két egyszerű szóból áll fel. Három számjegyű, ezt viszont már két szóba írom, hiszen a számjegy az összetett. Tehát az anyagneves és a számneves kapcsolatoknál az a szabály, hogy egybeírjuk, ha két egyszerű szó kerül egymás mellé, ha viszont már bármelyik tag összetett, akkor külön kell írni. A következő szabály az alárendelő összetett szavak esetében a többszörösen összetett szavak helyesírásának kérdésköre. Ezzel kapcsolatban sok hallomásunk szokott lenni, mire általában 8. osztályra elkerülünk ehhez a témához. Tudjuk, hogy van ilyen 6 szótagos, 7 szótagos, ki tudja mennyi szótagszámlálásos dolog. Most először is ezt tegyük rendbe. Először is, hogyha kétszeresen összetett egy szó, akkor nem számolunk szótagot, mindig egybeírjuk ezeket a szavakat. Például ideírtam a történelem szemlélet szót, ami ugyan 7 szótag, de mivel csak kétszeresen összetett a szó, ugye történelem és szemlélet, ezért egybe kell írnunk, nem számoljuk a szótagokat. Ugyanez vonatkozik a növény meghatározás szavunkra, ami szintén tulajdonképpen háromszorosan összetett, hiszen van itt egy igekötőnk, növény meghatározás, de a meget itt nem kell számolni, mindjárt elmondom, hogy miért, ezért kétszeres összetételt kaptunk, és nem számoljuk a szótagokat, mert kétszeresen összetett szavak esetében szótagszámtól függetlenül egybeírjuk a szavakat. Nézzük azt, hogy hogyan számoljuk akkor a szótagokat. Ha többszörösen összetett szóról van szó, tehát csak akkor kezdünk szótagszámlálásba, de nem számoljuk a jeleket és a ragokat, hogyha azok szótagot alkotnak. Nem számoljuk az egytagú igekötőket, ez történt itt ezzel a meggel, hogy valójában ezt majd a szótagszámlálásnál nem kell számolnunk, de attól még természetesen háromszorosan összetételt
összetett szót alkot, és a szótag számlálásnál, ha 6 szótag fölé kerültünk, akkor értelemszerűen kötőjelezünk. Értsük meg ezt egy konkrét példa soron keresztül. Az kiinduló szavunk az, hogy kerékpárjavítás. Ugye kerékpárjavítás háromszorosan összetett szó. Ha többszörösen összetett a szó, akkor szótagot kell számlálnunk. Ha megszámoljuk, akkor 6 szótagot kaptunk. Tehát, mivel ez nem 6 fölött van, hanem pontosan 6, ezért egybe kell írnunk. Ha ezt oldalékoljuk, mondjuk azt mondjuk, hogy kerék, pár, javítás, és lesz még utána egy jel és egy rag, akkor azt kapjuk, hogy ez az egész szó, ez a többszörösen összetett szó, ez 8 szótag, de a kötőhang miatt a jel egy önálló szótagot alkot, szintén kötőhang miatt a tárgyragja egy önálló szótagot alkot, ezeket azonban nem számoljuk a szótag számláláskor. Itt volt a szabályunkban, hogy a jel és a rag nem számít. Tehát tulajdonképpen oda jutunk, mint a kiinduló pontunk, kerékpárjavítás, hiába van ott még 2 szótag a végén, azokat nem számoljuk, tehát a 2-vel kevesebb szótag számunk az épp 6, tehát ezt egybe kell írni. Ugyanezt történt itt is kerékpárjavításukkal. Ez ugye idáig számít, utána jön az ő kerékpárjavításuk, ami egy birtokos személlyel, majd jön egy valverrag, amit szintén nem számolunk, tehát hiába valójában 8 szótag, ez csak 6-nak számít, mert a 7. és a 8. szótagot már nem számoljuk hozzá, ezért egybeírjuk. Ha viszont egy képzőt kap, kerékpárjavítási, itt ugye kapott egy melléknév képzőt, ezt számolnunk kell, ez már megemeli a szótag számunkat 7-re, és ide kell értelemszerűen kötőjeleznünk, amit itt a szabályban leírtam. Az értelemszerű kötőjelezés az azt jelenti, hogy ahol a szó összetétel tartalma megkívánja. Tehát kerékpár javításról van szó, és nyilván nem kerék párjavításról van szó. Még egy ugyanilyen típuson keresztül rögzítsük ezt. Élelmiszerkészlet, ez a kiinduló pontunk, 6 szótag. Élelmiszerkészletüket, ez 8 szótag lenne, de a jel és a rag nem számít, ezért 6 szótag a valós száma ennek, egybeírjuk. Élelmiszerkészletű, itt a végén viszont kapott egy melléknévképzőt ismét, ezúttal az ű melléknévképzőt, ami már számít a szótag számláláskor, 7 szótaggá vált, tehát valahova be kell tenni egy kötőjelet, mégpedig oda, hova értelemszerűen illik, és ez az élelmiszer és a készlet közé való. Nyilván nem úgy tagoljuk, hogy élelmi szerkészlet. Itt egy ellenpélda, a kölcsönbefizetés, ahova azt írtam, hogy 5 plusz 0 szótag, a be ugyanis már eleve nem számítódik, ha számítódna is még csak 6 szótag lenne, de nem számoljuk, mert ez egy egytagú igekötő. Viszont a kölcsön visszafizetésnél a vissza igekötőt, azt bizony számolnunk kell, mert az kéttagú, ugye 2 szótagos igekötő, ilyen módon háromszorosan összetett szót kaptam, amelynek a szótag száma 7, tehát értelemszerűen kötőjelezni kell. A következő szabály az alárendelő összetett szavak helyesírásánál, amiről beszélni szeretnék, ez az úgynevezett mozgószabály kérdésköre. A mozgószabály azt jelenti, hogy eredetileg külön írt szavakat, vagy kötőjellel írt szavakat, valamilyen törvényszerűség eredményeképpen már nem úgy írunk, ahogy eredetileg írtuk. Nézzük ezt meg a 3 példán keresztül, és akkor meg fogod érteni. Házi feladat. Ezt 2 szóba kell írni, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon gyakran látom egybeírva. Házi feladat, ez 2 szó. Viszont, hogyha ez kap egy utótagot, házi feladat készítés, akkor az eredetileg külön írt szókapcsolat összetett szóvá válik egybeírandó, mondhatom azt is, hogy összerándul, és kap egy kötőjellel tagolt közös utótagot. Azért mozgó szabálya neve, mert ugye mozog a szó összetétele vagy külön állósága, eredetileg külön volt, és egybe mozdult a közös utótag hatására. Ugyanezt történik a melegvíz esetében. A melegvíz az 2 szó, viszont melegvíz csap közös utótagot kapott, azt már kötőjellel kell írni. Ez egy igen bonyolult része, még az igen bonyolult alárendelő összetett szavak helyesírásának is.
Nézzük a mozgószabály második típusát. Ott majdnem arról van szó, mint az elsőnél, csak annyi a különbség, hogy a kiinduló pontunk az egy olyan szó, ami már eredetileg annyira hosszú és többszörösen összetett, hogy kötőjellel kell írni. Anyag, csere, vizsgálat, ezt háromszorosan összetett, de mivel hosszabb, mint 6 szótag, ezért kötőjellel kell írni a kiinduló pontunkat. Anyag, csere, vizsgálat. Ez kap egy közös utótagot, anyag, csere, vizsgálat, kérés. Ilyenkor az eredetileg kötőjellel írt alap-alak egyberándul, és az utótagot kötőjellel kapcsoljuk. Tehát ugyanaz történik, mint a házi feladatnál, csak ott eredetileg külön kellett írni, és egyberándult. Itt meg már eredetileg kötőjellel kell írni, de ugyanúgy egyberándul, és jön a közös utótag. Másik példa, kerekasztal konferencia, ugye többszörösen összetett szó, 6 szótagnál hosszabb, már eleve kötőjellel írjuk, és ez kap egy közös utótagot, kerekasztal konferencia, rendezés, ezt így kell írni. Természetesen nyilván a nyelvérzéked működik, és azt mondod, hogy ilyen hosszú szavak nagyon rosszul néznek ki, ez így is van. Kerüljük az ilyen hosszú összetételeknek az alkalmazását, inkább szószerkezetté bontjuk, és feloldjuk az összetételt. Nézzük a harmadikat. Az egy picit eltér az első kettőtől. Ugye az a kiinduló szavunk, hogy fényjáték és árnyjáték. Itt látod, hogy az utótag az közös, ugye a játék szó az közös, az ugyanaz. Ilyenkor az előtagot kötőjellel kapcsolom, és az utótagot, ami közös, azt külön írom. Tehát fény, árny, játék. Ugyanez van a következőnél, szövőipar, fonóipar, ugye látod, hogy az ipar az a közös, a külön az eltérő előtagokat kötőjellel kapcsolom, és külön írom a közös utótagot. Tehát ez a három szabály tartozott a mozgó szabályok közé.